A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket, ma október 20-a Vendel napja van. 462 éve Zújon városában megszületett Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. 276 éve harmadik Károly magyar király halála után Mária Terézia lépett a trónra, megkezdődött az osztrák örökösödési háború. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. Aláírták a Szabadkai Zsinagóga belterének és az épületet övező tér felújításáról szóló szerződést, november elején elkezdődhetnek a munkálatok. Emléktáblát avattak dr. Rajki Márton 56-os mártír tiszteletére Zentán. Autóalkatrészgyártó üzemet adtak át Nagykikindán. Keszthelyen fogták el a Terész körülti robbantás gyanúsítottját. Megalapították az útügyi, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatot Szabadkán. Aláírták a Szabadkai Zsinagóga belső tere és az épületet övező tér felújításáról szóló szerződést a magyar kormány anyagi támogatásával és a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével. Már november elején megkezdődhetnek a munkálatok. A Szabadkai Zsinagóga épülete homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása 2005-ben kezdődött, és 2015-ben fejeződött be. Most a beltér következik. Így néz ki a zsinagóga belső tere, felújításra szorul, de nem csak ezt a részét, hanem a körülötte lévő parkot is rendezni fogják. A kivitelező szerint november 2-án megkezdődhetnek a munkálatok. A belső terem teljes díszítőfestési vakolat felújítás, tehát a rossz vakolatokat leverjük, újra vakolni, komplet díszítőfestés, gipszmunkák felújítása, az ötvös munkák felújítása, padok felújítása, az orgona felújítása, orgona díszítő részeinek felújítása, paddóburkolás, belülről villanyhálózat, padlófűtés, padlócsere, ez belülről, kívülről pedig a teljes udvar rendezése. Új burkolatot kap az udvar is, kerítésjavítás. Tavaly márciusban az önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács és a Szabadkai Zsidó Hitközség egy egyezményt írt alá a zsinagóga rendeltetésével kapcsolatban. Megmarad a szakrális rész, ami természetesen a Szabadkai Zsidó Hitközség fogja csinálni, és párhuzamosan lesz egy kiállító rész, ahol a szabadkai zsidóságnak a történelmét, vagy a vajdasági zsidóságnak a szekvenseit mutassuk. Azután idegenforgalmi, tehát turistáknak a látogatása, valamint kiemelkedő, nagyobb jellegű, igényesebb koncertok, kultúrfelvillanásoknak a helyszíne lesz a szabadkai zsinagóga. Ez alkalommal a beltér és a külső park felújításáról írtak alá szerződést. Az ünnepélyes aláíráson az önkormányzat képviseletében Horváth Tímea, Szabadka alpolgármestere is jelen volt. A város nevében megköszönte Magyarország pénzügyi támogatását és az MNT szerepvállalását a több éves munkafolyamatban. A Magyar Nemzeti Tanácsra az a megtisztelő feladat és felelősség hárult, hogy a magyar kormány által adományozott teljes összeget lebonyolítóként valósítsa meg, hiszen a szentély a Szabadka város tulajdonában van, és nekünk pedig beruházóként kell lebonyolítanunk ezt a belső térnek a teljes rekonstrukcióját és felújítását, valamint a templomkertnek, a kerítésnek a felújítását is. Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2014-et a holokauszt emlékévévé nyilvánította. A kormány úgy gondolta, hogy az erre való megemlékezések mellett szükséges a zsidóság hátramaradt emlékeit megőrizni. Így 4 zsinagóga, 3 magyarországi és 1 határon túli a Szabadkai Zsinagóga felújításáról született döntés, mondta Babit János, Magyarország szabadkai főkonzulja. Ennek felújítására, belső felújítására szánt összeg az eddigi legnagyobb magyar kormányzati támogatás, ami a határon túl fog megvalósulni. Ez jelenlegi formájában, jelenlegi összegében mintegy 700 millió forintra rúg, amiből a Szabadkai Zsinagóga belső felújítását és külső térrendezését kell majd 2017. december 31-ig megvalósítani. A Szabadkai Zsinagóga 2018-ra teljes mértékben régi fényében tündökölhet majd.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc zentai származású mártírja dr. Rajki Márton tiszteletére a forradalom 60. évfordulója alkalmából emléktáblát állítottak a zentai városháza oszlopcsarnokában. Az emléktábla avatásra Vajdaságba érkeztek dr. Rajki Márton leszármazottai is, akik felkeresték azokat a helyeket, amelyek fontos szerepet töltöttek be a mártír halált halt ügyvéd életében. Zentagunarason kezdték meg vajdasági látogatásukat a Rajki család tagjai. Zentán a városháza, a család egykori háza, a tiszaparti sétány, valamint a gimnázium épületének megtekintése szerepelt a programban. Nem jártunk itt, illetve hát 4 éves koromban voltunk egyszer itt, amiből nekünk nem sok emlékünk maradt a bátyámmal. Talán annyi, hogy talán voltunk Zentagunarason, ott egy tanyán, és hát most elég érdekes volt megnézni azt a részt, ahol a nagypapánk felnőtt. A család ma is őrzi dr. Rajki Márton emlékét. Unokái, Márton és Zsolt, annak ellenére, hogy személyesen nem ismerhették őt, igazi példaképnek tekintenek rá. Nem ismertem őt, 59. július 30-án végezték ki, 57-ben előzetes letartóztatásba helyezték, én 58. márciusában születtem, és soha nem látogathattam meg a börtönben, mert senki nem látogathatta. A Rajki család tagjai számára nagy megtiszteltetést jelent az, hogy Zentán ma is tisztelettel adóznak a mártír halált halt elődjük emléke előtt. Nem csak a mostani idősebb generációnak, hanem a fiatalabb generációnak is át kell adni ezeket az élményeket, hiszen hosszú távon el kell ültetni azokat a magvakat, amelyek biztosítják számunkra, magyarság számára, hogy tudunk emlékezni, és megmarad a történelmi emlékezetünk. A zentai születésű 56-os mártír emlékét ma a budapesti 4. kerületben, Újpesten a Városháza falán elhelyezett emléktábla, és a 2001 óta a nevét viselő tér őrzi. Mostantól kezdve Magyarország szabadkai főkonzulátusa és Zenta község önkormányzata kezdeményezésére a zentai Városháza oszlopcsarnokában is emléktábla őrzi majd az 1956-os forradalom és szabadságharc meghatározó egyéniségének emlékét. A dr. Rajki Márton emlékét őrző emléktábla a Városháza auláját díszíti. Az avatást követően megkoszorúzták a táblát, amelyet Zentaváros önkormányzata, valamint a szabadkai magyar főkonzulátus állítatott. Jelenleg az ünnepi műsor zajlik a Zentai Kamaraszínházban. A helyszínen van kolléganőm Molnár Lajkó Anett. Szervusz Anett, a táblaavatást követően milyen műsorral készültek a szervezők? Szervusz, üdvözlöm a nézőket! A Szabadság lángjai című előadást játsszák ezekben a percekben. Az előadás előtt ünnepi beszédet mondott Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere, Babits János, Magyarország szabadkai főkonzulja, illetve Rajki Márton unokája. Mindhárman kiemelték Rajki Márton hősiességét, illetve azt, hogy hősként kell rá tekintenünk, ugyanis mindig békés eszközökkel harcolt a szabadságért. Ma egyébként, mint említetted, felavatták az emléktábláját is, így 60 évvel a szabadság után méltón emlékezhetünk dr. Rajki Mártonra, a zentai születésű 56-os mártírra. Köszönjük, Anett! A fizetésemelésekről is beszélnek majd a Nemzetközi Valóta Alap képviselőivel, jelentette ki Dusan Vujovic pénzügyminiszter, ugyanis ma megkezdték az egyeztetéseket az IMF és a szerb kormány képviselői a 2015-ben megkötött készenléti hitelmegállapodás 6. felülvizsgálatával kapcsolatban. A hivatalos megbeszélések azonban majd csak hétfőn kezdődnek, az alap november 1-ig elemzi majd a szerb gazdaság helyzetét és a reformok megvalósításának folyamatát. Az illetékes tárcavezető pozitív értékelésre számít. A tárgyalásokon szó lesz a jövő évi költségvetésről is. Ha indul az elnökválasztáson, senki sem lesz olyan erős, hogy veszélyeztesse, jelentette ki Újvidéken Tomislav Nikolić. A szerb államfő egy idegsebész konferenciát nyitott meg a Újvidéken, ahol találkozott Igor Mirović tartományi kormányelnökkel és Ickó Ferenc egészségügyi államtitkárral is. Nikolić elnöki mandátum a 2017. május 31-én jár le. Az államfői választást a szerb parlament elnökének kell kiírnia legkésőbb 2017. március elejéig.
Az új gyárak kiépítése fontosabb az elnökválasztásnál, mondta Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök Nagykikindán. A bánáti városban egy autóalkatrész gyártó üzemet adott át, amely mintegy 4 millió eurós befektetéssel épült, és 80 új munkásnak biztosít megélhetést. A kormányfő elmondta, az elnökválasztással akkor foglalkozik majd, amikor eljön annak az ideje. Nemám vremena, ali tog trenutka, kad budemo odlučili ko će da bude kandidat, pokušat ćemo u tih 25-30 dana da se suprotstavimo nekim drugim ljudima za koje vidim da su već pobjedili. Pokušat ćemo, ali pošto su oni apsolutni favoriti, onda su nam šanse male. Svejedno, mi ćemo za to vreme da obavljamo svoj ustavom propisani posao. A Tomislav Nikolić je dobro obavljao svoj posao u prethodne 4,5 godine. Az önkormányzatok és a Vöröskereszt helyi szervezeteinek együttműködéséről, valamint a humanitárius problémák megoldásáról szóló találkozót szerveztek a tartományi parlamentben. Jelen voltak számos vajdasági település képviselői és a Vöröskereszt helyi vezetői is. Szerbiában a Vöröskeresztet a civil élet szerves részeként élik meg, és nem részesítik pozitív diszkriminációban. Pedig ez a nemzetközi szervezet kiemelt figyelmet érdemelne, éppen ezért szükség lenne a Vöröskereszt intézményes kereteinek bővítésére, amire a mai találkozó kiváló kiinduló pont, mondta Pásztor István, a tartományi parlament elnöke az eseményt megnyitó beszédében. Én azt tartanám fontosnak, hogyha az önkormányzatok költségvetésében, ahol működnek Vöröskereszt szervezetek, az ő normál működésük föltételeit a önkormányzati költségvetések biztosítanak. A Topolya községben az önkormányzat szorosan együttműködik a Vöröskereszttel, és anyagiakban is jelentős mértékben támogatja. Van egy 1.200.000 dináros támogatás a működtetésre, magánra, Vöröskeresztre, van a népkonyhára, van a többi rendszerekre, és akkor ez valahol, ha összeadjuk pontosan, ez egy olyan 4,5 millió dinár tesz ki, ami az ő 7 milliós összköltségvetésükből elég jelentős összeg. Magyar Kanizsa község az elmúlt időszakban számos humanitárius problémával szembesült a tömeges migráció miatt. Amit az önkormányzat kapott, az természetesen lefette azokat a költségeit, ami az önkormányzatnak volt, amit a Vöröskereszt elsősorban a migránsoknak az élelmezése volt a mi területünk, azt pedig kaptunk ugye rögtön az elején a tartományi élelmiszer raktárból, valamint később a Nemzetközi Vöröskereszttől és egyéb más nemzetközi adományokból láttuk el. Tehát valójában itt mindenkinek nagyon nagy terhei voltak, úgyhogy mindenki próbálta ezt lefedni. Szerbia humanitárius szempontból jelenleg nem tartozik a világ legveszélyeztetettebb országai közé, hiszen sem háború, sem természeti katasztrófa, sem éhínség nem sújtja. Ugyanakkor, ha csak az elmúlt néhány évet vesszük figyelembe, a szerbiai és vajdasági emberek saját bőrükön tapasztalhatták az árvíz negatív következményeit, a tömeges migrációt kísérő humanitárius gondokat, de a mély szegénységben élők nap mint nap növekvő száma is megfigyelhető. Az Európai Bizottság kötelező kvótákra vonatkozó javaslatának semmi esélye sincs, hogy konszenzusos támogatást kapjon, mivel azt Magyarország sosem fogja támogatni, mondta Orbán Viktor, magyar miniszterelnök az uniós országok állam és kormányfőjének kéttapos brüsszeli csúcs találkozójára érkezve, újságírói kérdésre válaszolva. Vonják vissza, tegyenek új javaslatot és új alapokról kezdődjön újra a tárgyalás, hangsúlyozta Orbán Viktor. Keszthelyen fogták el a Terész körúti robbantás gyanúsítottját szerdán, jelentette be Hajdú János, a Magyar Terrorelhárítási Központ főigazgatója ma Budapesten. A sajtótájékoztatón beszámoltak arról is, hogy a gyanúsított a felvételek alapján egyedül követte el a bűncselekményt. A nyomozás során nem merült fel, hogy bérgyilkosként robbantott volna. Keresztes Imre főügyész elmondta, ugyanazzal a bűncselekménnyel vádolják a nem budapesti illetőségű magyar állampolgárságú gyanúsítottat, mint amivel az eljárás indult. Előre kitervelten több ember és hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés büntettének kísérlete és robbananyaggal visszaélés büntette miatt. A gyanúsítás ellen a fiatalember panasszal élt, őrizetbe vettük, az ellen is panasszal élt. Ezek elbírálásra kerülnek, és indítványt teszünk több okból is a
az előzetes letartóztatásának az elrendelésére. Az amerikai sajtó a műsorvezetőt nevezte meg az utolsó elnökjelölti vita győzteseként. A sajtó szerint a műsorvezető Chris Wallace volt a legjobb a közelgő amerikai elnökválasztás demokrata és a republikánus párti elnökjelöltjének szerda esti utolsó televíziós vitáján. A jelöltek közül a megfigyelők nagyobb része a demokrata párti Hillary Clintont ítélte jobbnak, és a republikánus Donald Trump a sajtókommentárok mindegyike szerint súlyos hibát követett el azzal, hogy nem volt hajlandó garantálni a választások eredményének elismerését. A The Wall Street Journal a vitát elemezve a következőt írta. Trump adókat csökkentene, Clinton pedig emelne. Trump lecserélné Barack Obama egészségbiztosítási programját, Clinton kiterjeszteni. Trump erősebbé tenni a gazdaságot és így növelni a jövedelmeket, Clinton újraosztaná a meglévő jövedelmet. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Némileg csökkentek a húsárak, az emberek azonban mégsem vásárolnak sokkal többet, az őszbeköszöntével inkább a tűzifára költenek. Tovább emelkedhet az üzemanyag ára az elkövetkező időszakban. Barokk mesterek műveiből nyílt kiállítás Nagybecskereken. Előtte azonban kapcsoljuk Fehér Mártát. Szervusz Márta, milyen témákkal foglalkoztok a közügyekben? Szervusz Viktor, köszöntöm a híradó nézőit, és a következő témák lesznek nálunk. Arat a szabadkai önkormányzat, mégpedig az illegálisan bevetett állami földterületekről megmutatjuk, miről van szó. Aztán együtt őrzik a terményt Péter révén, a termelők, a mezőrök és a rendőrökkel is együttműködnek, azóta kevesebb a lopás. Ezt is megmutatjuk majd helyszíni riportunkban. Kapcsolunk Zentára, ahol emléktáblát avattak az 1956-os forradalom és szabadságharc zentai származású mártírja dr. Rajki Márton tiszteletére, és foglalkozunk azzal is, hogy nagyon sok vajdasági magyar gyerek játsza a Miénk a Város elnevezésű internetes játékot, amelyet a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdetett meg, és van még egy témánk is. Szerbiában 11 kórházigazgatót váltottak le, hogy lesz-e folytatás, erről kérdezem majd Vickó Ferenc államtitkárt a közügyekben 18 óra 5 perctől. Köszönjük, Márta! Némileg csökkentek a húsárak a szabadkai tejpiacon, az emberek azonban mégsem vásárolnak sokkal többet, hiszen az ősz beköszöntével inkább a tűzifára költenek, és az élelmiszeren próbálnak takarékoskodni. A vevők körében megfigyelhető, hogy főleg akkor vásárolnak tömegesebben, amikor megkapják fizetésüket, illetve nyugdíjukat. Újra megfizethető a sertéshús. Pillanatnyilag 450 dinár körül mozog kilogrammonkénti ára. Ami a vásárlók számát illeti, annyiban nem változott. Vásárlók vannak, mert hát enni kell. Egy bő másfél hónappal ezelőtt mentek lejjebb az árak. Ez nálunk, mi igyekszünk egy szinten, bizonyos szinten tartani az árakat, mivel saját sertést vágunk, nem csak a termékeink saját a sertés, amit is így azért mi tudjuk korrigálni. Nem befolyásol bennünket annyira. A csirkehúst árusítók ezzel szemben a vásárlók csökkenésére panaszkodnak. Az egész csirke kilónkénti ára 280 dinár. Nekünk vágóhidunk van, tehát a csirkét nem neveljük, hanem csak földolgozzuk, és hát az árak attól függnek, hogy milyen a beszerzési ára az élő csirkéknek, de az most nagyon variált, most két hónapnak ezelőtt nagyon hirtelen leesett a csirkeállomány, és akkor nagyon fölnyomták az árát. Na most már meddig tartsuk ezt az árat, nem tudom. Mi az, egy kicsit alacsonyabb, akkor mi is tudunk alacsonyabb árakon dolgozni. Az eladók szerint a vevők egyre jobban odafigyelnek arra, hogy minőségi termékeket fogyasszanak. Inkább kisebb mennyiséget vesznek és ragaszkodnak a kifogástalan áruhoz. Sokan odafigyelnek a helyes táplálkozásra, változatosan étkeznek és a vitaminpótlást is szem előtt tartják. Természetesen az árakat sem tudják figyelmen kívül hagyni. Nézem a minőséget is, árakat is, meg azt nézem, hogy talán melyik egészségesebb egy kicsit a szervezet szempontjából. Úgyhogy jobban a baromfi megy nálunk háznál is, otthon is. Meg az árakat is kell nézni, ugye nem nyugdíj se olyan nagy, a fizetések se olyan nagyok, de azért nézem, hogy a húsból is változatos legyen, hogy egy kicsit ne legyen unalmas egy étrend. A déli gyümölcs fogyasztása jelentősen megnőtt az ősz beköszöntével, habár még kevés van belőle a piacon. Ősszel sokkal jobban viszik a déli gyümölcseket, úgy látszik ez a megfázás vírus, vagy ez a betegségek miatt.
eléggé jó viszik. Mondhatom, mandarint is, a citrom most nagyon megy most, a grapefruit. Fontos, hogy a vitaminokat élelmiszereken keresztül vigyük be a szervezetünkbe, ne tabletták formájában. Mindenféleképp javaslom olyan élelmiszerek fogyasztását, amik vitamint tartalmaznak. Többek között ilyenkor a C-vitamin az, amire nagyobb szüksége van a szervezetnek. A készételek vitamintartalma alacsony, és a friss alapanyagokból készült ételekkel összesen hasonlítható, mondják a szakemberek. Ellehetetlenítik a tejtermelőket az utóbbi két évben megszabott szigorú előírások, a korlátlan tejbehozattal és a feldolgozók monopól helyzete, állítják a gazdák. Egyesek felszámolták a törzsállományt, mert a nyers tej alacsony ára nem fedi még a termelési költségeket sem, nemhogy hasznot hozna. A juhtenyésztés talán az egyetlen olyan ágazat, ami valóban jövedelmező. 40 fős állatállomány, havi 8-9 ezer liter kiváló minőségű tej. A moholi Ambrus családban mégsem tudnak komolyabb előrelépést megvalósítani, mert a 32 dináros ár nem szavatol jövedelmet. Tamás gazda viszont más ágazatban nem lát érvényesülést. Egyrészt jó, hogy kapunk rájuk állami földeket, azért éri meg, valamint a szubvenciót, vagy a támogatást, a 25 ezer dinárt, azt megkapjuk rájuk. Eddig még kicsit késve, de minden évben átutalta az ország. Szeretett családi vállalkozás, be vannak állítva az objektumok, nem szeretnénk, hogy üresen álljonak, hát ha változik a helyzet, nagyon bízunk benne, hogy változik, ott azt mondják, hogy ott kell megkeresni, ahol elveszik. A fennmaradás érdekében a tejfeldolgozás felé fordult a család. A házi termékek iránt van kereslet, de a megcsappant vásárlóerő miatt is körülményes az értékesítés. Van, aki becsüli a kézműves ipart, ez is oda tartozik. A kézzel készített sajt, az nem gyári. És van, aki ezt becsüli, az meg is veszi. Bár üveglábakon áll a hazai állattenyésztés, a juhászat talán az egyetlen olyan ágazat, amellyel valóban érdemes foglalkozni. Külföldi érdeklődéssel, valamint az egyedenkénti 7000 dináros állami támogatással már jövedelmező lehet az ágazat. Régen azt mondják, hogy ha a gazdaság lassan fejlődött, az akkor jót jelentett. Ma tulajdonképpen, ha nincs gyors fejlődés, akkor visszafejlődés van. Tehát nálunk akkor a léptekkel megy a globalizáció, hogy egyrészt alig tudjuk követni. Az állattartó gazdák abban bíznak, hogy az állami támogatást nem vonják meg tőlük. Egyébként nem lenne kifizetődő a tenyésztés. Ugyanakkor kisebb feldolgozó üzemek létesítése is nagyban hozzájárulna az ágazat fellendítéséhez. Tovább emelkedhet az üzemanyag ára az elkövetkező időszakban. Az elmúlt héten átlagosan 3-4 dinárral drágult meg literje, és a nagykereskedelmi ár is növekedett. A dízzel esetében szezonális drágulásról lehet szó, hiszen a mezőgazdasági munkálatok miatt most kelendőbb. A trend egészen nyárig eltarthat, akkor megint csökkenhet az ára, vélik az elemzők. A díjszabás eltérhet az ország különböző benzinkútjain. Az autósokat nem igazán rázta meg a drágulás, legtöbben általában egy bizonyos összegért tankolnak. Óbecsén 133 dinárba kerül a benzin, a dízelért 140-et kell fizetni. Az elmúlt héten ugyan átlagosan csak 3 dinárral emelkedtek az árak, de az év elejéhez képest 12 és 17 dináros drágulásról van szó. Menni autó treba, passat dokle ide, vozicem onoliko, koliko imam novac, az szada, još nije strašno. Pa, obično tankujem gaz, tako da benzin slabo. A taxisok jobban megérzik az áremelkedést, a megélhetésük függ tőle. U svakom slučaju će da utiče zato što je skuplje kilometar, a onda je samo manje zarade ili mora ići gore cena ovaj prevoza. Az autósok általában egy meghatározott összegért tankolnak a kutakon, ezért sokan észre sem vették, hogy emelkedett az ár. A reakcie su identične kao i pre poskupljenja. Ljudi sipaju konstantno za jedan isti iznos, koliko im treba po potrebi. Az elkövetkező hónapokban várhatóan Szerbiát sem kerülni majd el a nemzetközi áremelkedési hullám, mivel a nyers kőolaj is megdrágulhat, vélik a szakértők.
Ma tartották a Szabadkai Városi Képviselőtestület 5. ülését, rendelet született a Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat megalapításáról, melynek megbízott igazgatója Predrag Radivojevic lett. Több intézmény igazgató és felügyelőbizottságának tagjairól is döntöttek a képviselők. Befejeződött a Szabadkai Technológiai Parkok Közvállalat és az Építési Igazgatóság összevonása. A képviselők határozatának értelmében új közvállalat jött létre, Szabadkai Útügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat néven. Mi smo se vodili sa logikom da su nam ti ljudi ipak potrebni. Prema zakonu mi moramo da te indirekte korisnike budžeta završimo do 1. decembra i zbog toga smo išli sa situacijom da direkciju izgradnju grada reorganizujemo u novo preduzeće, javno preduzeće za upravljanje putevima. Tovább csökkentették a közvállalatokban határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozók számát, de vitás napirendi pontnak bizonyultak az egészségügy területére vonatkozó kinevezések is. Az intézmények felügyelő és igazgató bizottságainak összetételét kifogásolta az ellenzék. Két olyan intézményben, mely igazából fontos az önkormányzat számára és a szabadkai polgárok számára, ez pedig az egészségházak igazgatóbizottsága és a gyógyszertáraknak az igazgatóbizottsága, egyetlen egy magyar ember se nincsen, egyetlen egy horvát ember se nincsen, nagyon rossz üzenet ez. Mutassa az erőviszonyokat az önkormányzat, másodszor pedig azt, hogy a szerephaladó pártnak nincs érzéke ahhoz, hogy a nemzetiségi összetételben összhangban delegálja az embereket. A Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke Bumfort Tivadar szerint a nemzetiségi arányokat tiszteletben tartották. Tehát kialakult egy parlamenti hatalom, aminek a nagyobb része ugye 31 képviselővel a Szerb Haladópárt és 11 képviselővel a Vajdasági Magyar Szövetség, és körülbelül ennek arányában lettek leosztva ezek az igazgató, illetve felügyelő bizottsági helyek, és hát azt nézte mindenki, hogy ugye mindenhol legyenek a magyarok is, tehát a VMS-hez közel álló és hát magyarul beszélő, magyar ajkú emberek. Természetesen hát az arányok azok arányok, és a matematika az matematika. A bizottsági tagok felmentése és kijelölése mellett a Szabadkai Ipari és Technológiai Park felszámolásáról is döntött az 56 megjelent képviselő. Bécsi barokkmesterek művei a Vajdaságban címmel nyílt tárlat a Nagybecskereki Városi Népmúzeumban. A kiállított festmények többsége egyházi tulajdonban van. A közönség 18 alkotást láthat. Köztük a bécsi barokk festészet 18. századi nagymestereinek a munkáit. Ez az éjszaka, ez az este a számomra egy nagy élmény, és feltételezem, hogy minden becskereki számára ez egy hatalmas élmény, és hálával kell tartozzunk azoknak, akik még ilyesmivel foglalkoznak. A szakrális témájú oltárképeket és kegyképeket először úgymond fel kellett fedezni, majd pedig restaurálni őket. Szakma sem ismerte rendesen őket, a nagy közönség meg egyáltalán nem ismerte, hogy ilyen hatalmas értékekkel rendelkezünk. A maga kiállítás is nem csak a kutató munka mellett, én egyébként festő, restaurátor, művész vagyok, tehát a képeket rendbe kellett hozni ahhoz, hogy kiállítható és reprodukálhatóak legyenek. Ezek némelyike 300 évnél is idősebb mű. A bécsi mesterek műveit először tavaly decemberben mutatták be Szabadkán. Tekintettel arra, hogy az anyag jelentős részét a bánsági magyar nemesek templomaiból származó oltárképek adják, a tárlat második színhelye Nagybecskerek lett. A művek, ahogy a név is mondja, a cím, nagy részben Ausztria területéről jöttek, vagy osztrák művészek festették megrendelésre a mi tájainkon. Itt nem csak Bánátból jönnek a képek, hanem Bácskából is. Szerémségből kevesebb, mert a szerémségi püspökséggel nem sikerült pontosan megegyezni, hogy ki kölcsönözzék a festményeiket. A kiállítást december 10-ig lehet megtekinteni.
Elköszön a magyar férfi vízilabda válogatottól Benedek Tibor, a szövetségi kapitány lejáró szerződése után nem pályázik a tisztségre. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti csapattal 2013-ban világbajnok, 2014-ben Európa-bajnoki ezüstöt, 2016-ban pedig EB bronzérmet nyert kapitány, akinek december 31-ig szól jelenlegi megbízatása, távozik posztjáról, olvasható a Magyarországi Sportági Szövetség honlapján. Az MVLS szombaton tartja tisztújító közgyűlését, az ott megalakuló elnökség az ősz folyamán dönt a férfi szövetségi kapitány személyéről. Gólgazdag volt a Bajnokok Ligája harmadik fordulójának második napja is. A szerda esti 8 mérkőzésen összesen 28 gól született. Az A csoportban a Paris Saint-Germain és az Arsenal is kiütéssel győzött hazai pályán. A franciák 3, az angolok 6 gólos különbséggel nyertek. A nap egyetlen meglepetés eredménye a B csoportban volt, ahol a Besiktás idegenben 3-2-re legyőzte a Napoli együttesét. A csoport másik mérkőzésén is vendéggyőzelem volt, mivel a Benfica győzni tudott Kijevben. Az est rangadóját Barcelonában játszották, ahol a hazaiak Messi mester 3-asával 4-0-ra verték a gyenge teljesítményt nyújtó Manchester City-t. A C csoport másik mérkőzésén a Mönchengladbach legyőzte a skót Celtic-et. A negyedik csoportban sem volt meglepetés, a Bayern és az Atlético Madrid is nyerni tudott. A fordulóban több rekord is megdőlt. Messi megszerezte 50. BL gólját hazai pályán, és ezzel elhagyta a 49 találatot jegyző Raúlt. Messinek ez volt a 7. mester 3-asa a legrangosabb bajnokságban, ezzel is ő a listavezető. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Aláírták a Szabadkai Zsinagóga belterének és az épületet övező tér felújításáról szóló szerződést, november elején elkezdődhetnek a munkálatok. Emléktáblát avattak dr. Rajki Márton 56-os mártír tiszteletére Zentán. Autóalkatrészgyártó üzemet adtak át Nagykikindán. Keszthelyen fogták el a terész körülti robbantás gyanúsítottját. Megalapították az útügyi, várostervezési és lakásüzemeltetési közvállalatot Szabadkán. Köszönjük figyelmüket, amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pandonertv.com-ra. Most következik hírháttér műsorunk Fehér Mártával. A témákból arat a szabadkai önkormányzat, leváltások az egészségügyben. A közelképben a szivácsi szenteleki napokról számolunk be. A Szubjektívben Bumford Gábor zenésszel Horváth Evelin beszélget. Az este 8 órai híradó után Paskó atya konyhája Muzsjára látogat. Tartsanak továbbra is velünk, a viszontlátásra!